Eltökélt célja-e a Magyar Postának, hogy tönkretegye azokat a magyar kiskereskedőket, akik webkereskedelmet bonyolítanak le külföldre? Az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve sajnos nem nagyon lehet másra következtetni, nem véletlen, hogy az elmúlt 10 évben gyakorlatilag megfeleződött a magyar webkereskedelemmel foglalkozó kiskereskedők száma Magyarországon. Nyilván azt nem kell részletezni, nem kell ecsetelnem, hogy miért jó és fontos, hogyha a magyar KKV szektor erős, és ezen belül a magyar webkereskedők is erősek. Normális esetben egy államnak, jelen esetben a magyar államnak támogatnia kellene ezt a törekvést, hogy a magyar webkereskedők ki tudjanak lépni a nemzetközi piacra. Elég csak például Kínára gondolni, ahol a kínai posta kedvezményesebb áron biztosítja szolgáltatásait azoknak a kínai kiskereskedőknek, akik a nemzetközi piacra küldik ki termékeiket. Magyarországon ennek totális ellenkezője tapasztalható, a Magyar Posta teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a magyar webkereskedők érdekeit. Mit jelent ez a számok nyelvén? Azt jelenti, hogy figyelembe véve az elmúlt évek brutális Európa rekord inflációját, a Magyar Posta az elmúlt 3-4 évben fél évente 10%-kal emelte meg a nemzetközi levelek díjait. Ez olyan mértékű emelés, amelyet már egész egyszerűen nem lehet a vásárlókon bevasalni, hogy számszerűsítsék a dolgokat. Például, hogyha egy magyar webkereskedőt, teszem azt, 2-3 darab pólót, pulóvert akar külföldre postázni, akkor azért 15 000 forintot kell fizetni, még ha ezt egy német kiskereskedő szeretné megtenni, és mondjuk például Magyarországra küld, akkor forintra átszámítva ez csak 4-5 000 forintot jelent számára. Nem lehet csodálkozni azon, hogy átveszik a magyar webkereskedők helyét itt a piacon, akár lengyel, akár a román cégek is, mert egész egyszerűen így ezzel az árszabással a tönk szélére kerülnek. Nyilván sokan megkérdezték a Magyar Posta vezetését már, hogy mire fel ez a brutális áremelés. A válasz meglehetősen cinikus volt, azt mondták, hogy ők is egy gazdálkodó szervezet, és ezért kell az emelés. Csak hogy azt kifelejtették, hogy a Magyar Posta törvényi háttérrel és éves szinten több milliárd forint állami támogatással, mint egyetemes szolgáltató, mint ilyennek kötelessége lenne korrekt árakat kitárgyalni, olyan árakat, hogy fel tudják venni a hazai kiskereskedők a külföldi konkurenciával a versenyt. Ezért a Mi Hazánk mozgalom arra szólítja fel mind a Magyar Posta vezetését, és mind a kormányt is, hogy gondolják át, hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni, ha kell akár a posta törvény felülvizsgálatával, módosításával is, mi pedig továbbra is foglalkozni fogunk ezzel a problémával, mert nyilván az belátható, hogy a magyar KKV-szektor, ezen belül a magyar kiskereskedők védelme magyar érdek.